Számtalanszor tapasztaljuk, hogy szavaink süket fülekre találnak. Ilyenkor ne okoljunk soha másokat, mivel a szemrehányásokban mindig van valami tisztátalan. Sokkal jobb, ha ilyenkor imádkozni kezdünk, érezve szavaink kölcsönös végességét. Csodálatos erőtere és szótlan csöndje van az imádságnak. Igen, imádkozni annyi, mint eljutni Isten csöndjébe. Abba a néma közegbe, amely ugyanakkor az egyedül tiszta beszéd Isten és ember és minden ember között. Ha minden zavaró elemtől meg akarjuk tisztítani imánkat, minden rejtett önzéstől, nagy lelkűségbe öltözött rút kicsinyességtől, okosabb lenne Istenre bíznunk, hogy mit is kérünk tőle, mit is üzenünk általa egy másik embernek. E néma és kérésektől mentes ima, amelyben lemondunk akaratunkról, és Istenre bízzuk, miként boldogítsa és vezesse akár feleségünket vagy gyermekünket, vagyis azokat, akiket Isten legközvetlenebbül ránk bízott, s akikkel szentsége szerint is egyek vagyunk, igen. Még hozzájuk intézett szavaink közül is a legtisztább és legszebb, az a néma imádság, amely megfogalmazását egyedül Istenre bízzuk. Be kell látnunk. Ha kérdeznek, becsületesen felelni kell. A harcot becsületesen fel kell venni. Az úton becsületesen végig kell menni. A szerepet becsületesen el kell játszani. Keményen és tekintet nélkül. A kapuk mögül ebek vicsorognak. Az ablakokból kiköbdösnek és röhögnek. 100 közbiztonsági gócpont adja ki az elfogatási parancsot. Kemény tárgyak zuhognak a fejünkhöz, súlyos, vérező kövek. De néha röppen sóha is. Szeretet is. Rózsa is. És este a tűzhely mellett, vagy szuronyos zsandárok között hátra kötött kézzel mégis mondogatni kell a fellebbezhetetlen, sziklakemény, erősítő, vigasztaló igét. Krisztusnak és Pilátusnak, farizeusoknak és vámosoknak, zsidóknak és rómaiaknak egyformán szolgálni nem lehet.